nekem minden lakodalom egyformán fontos. Az 50, 60, 70 főstől a 150-200 fősig. Tehát részemről én mindig megpróbálok a maximumot kihozni a násztépből. Tehát az a lényeg, hogy egy ember, egy vendég egy lakodalomból hazamegy, akkor azt mondja, hogy na igen, voltam egy betyárjó lakodalomban, és akkor ő emlékszik vissza epizódokra, ha visszaemlékszik. Alig ha van olyan ember a városban, vagy a közels távoli környéken, aki ne ismerni Jenei Zsolt nevét. Nincs is ezen semmi csodálkoznivaló, hiszen eddig 600 lakodalomban vállalta a vőfély szerepét, ahol több ezer ember társaságában tette emlékezetessé az ifjú pár és a násznép házasságkötésének napját. Ennek immáron 20 esztendeje. Egy névestén indult el az egész dolog, ahol már akkoriban két gyakorlott zenésszel együtt töltöttük a névestét, és ők mondták, hogy hát olyan nagy hanglér vagy, meg nagy hangod vagy, meg minden, hát miért nem próbálod meg ezt a mesterséget? És hát mondtam nekik, hogy én ezt még meggondolom, ám bár nem esik tőlem ez a mesterség messze, mert gyerekkoromban jártam, tehát a apai nagyszülővel lakodalomba, és hát rápróbálok, de majd szólok, hogy mikor. De ők nem hagytak nekem időt, szereztek nekem anyagot, meg mondták, hogy én is majd nézek utána. Én mondtam, hogy majd utána nézek. De ők szereztek nekem anyagot, és mikor a anyagot a kezembe kaptam, akkor már azonnal kaptam vele két lakodalmat. Így kezdődött Jenei Zsolt vőfélységének története 2 évtizeddel ezelőtt. Természetesen érdeklődött egy lakodalom forgatókönyvéről több embertől is, és idősebb kollégáktól tanácsokat is kért és kapott. Utána néztem dolgoknak természetesen, megtanultam a verseket, akkor beszélgettem idősebb vőfélyel. Jobban mondva, akivel legjobb viszonyban voltam, az Kalmár Gyula bácsi volt Bihar Nagybajomba. Vele beszélgettem, és akkor ő állt rendelkezésemre sokféle dologban. Elmagyarázta a dolgokat, hogy kell, mind kell, mi a buktatója, hogy szépen odafigyelni, hogy a népet terelni, beszélni is, hangulatot eltalálni, tehát több mindent. Így tőle is vettem át verseket. Hát utána meg pedig jöttek ezek a dolgok maguktól. Tehát mindig, minden lagziban láttam, hogy mi a hiányosság. Mit kellene pótolni, vagy mi az, amit nem kellene már csinálni. Így lett a folyamatos fejlődés mellett a két lagziból 6, abból 15, s mostanra már Zsolt a 600. pár lakodalmát kísérte végig a nagy napon. Az egyre nagyobb népszerűségben nagy szerepe volt annak a vőfé találkozónak is, melyet egy barátja szervezett. Pap Lajos vőfi barátom csinált egy püspöklalányi vőfély találkozót. Az akkori rendezvényközpont kultúrháznak az igazgatónőjével, és akkor itt a környékbeli vőfejeket összehívta. Részletünk ezen a találkozón, és hát ugye a beszédekből adódóan nagyon megnyertem a közönség tetszését, mert ugye mi nem bejelentkezünk egy lakodalomban, minket azért hívnak el, hogy ha az tetszik. És azután, a találkozó után rengeteg lakodalom lett. Nagyon sok. A nézése! A járása! Hát én mondja! Meg a csípőjének van! Ha ezt tetszett neked a legjobban, ugye? Már akkor figyelem! Iminek ezt tetszett? Akik ülve maradtak és pár nélkül vannak, odafigyelni! Ennyi a vadász terület. A többi párban van, azt adjátok végén. Hát vacsora 8 órakor lesz! Hát akkor Iminek a nézése, meg a járása. Hát meg kinek? Mi? Mindenkinek jó mulatás! És egy hatalmas táncot kívánok! Húzd rá a zenét! Hadd szóljon! A kezdetekben a búcsúztató beszéd volt az a része a lagzinak, ami a legnagyobb felkészülést és érzelmi ráhangolódást igényelte. De mind a mai napig ez az egyik legszebb, torokszorító része az esküvői ceremóniának. A búcsúztató az egy olyan része a lakodalomnak, amikor síri csend van. Ebbe a csendbe jön bele egy megköszöni a szülőnek a felnevelését a gyerek, mert ugye én a gyerek szavait mondom el. És utána még ehhez beleszól egy muzsika, ami még meghatóbbá teszi ezt az egészet. Aztán nem beszélve arról, hogyha valamelyik szülő hiányzik. És akkor
arról is beszélni kell, ott már egy kicsit sebeket tépünk fel. És ezt mindet síri csendben végig kell mondani, és ott nem lehet téveszteni. Mert ugye ez egy olyan rész, amikor mindenki nagyon odafigyel. Jobban az a dolog szokott megfogni, mikor hiányoznak a szülők. Azt elmondani is nehéz. Tehát nem egy esküvő van, amikor a fiatalnak, tehát akár menyasszony vagy vőlegény részéről nincs meg csak a testvére, akár egy nagybátyja. És akkor a búcsúztatónál azt el kell mondani, hogy mindenki elhunyt. És akkor emlékezünk egy szép nótával. Hát megmondom őszintén, hogy azért én sem vagyok fából, ott nekem is könnyben lábad a szemem. A mostani időkben már telefonon történik az előzetes egyeztetés. A régi időkben az ifjú pár a felkéréskor is személyesen kutatta fel a vőfét, akinek kezébe tette a lakodalom menetének irányítását. A részletek kidolgozásához azonban ma is elengedhetetlen a közvetlen találkozás. Megkeres a fiatal pár, elmondja, hogy nekik esküvőjük következne, mondja a dátumot, szabad a dátum, akkor én mindenféleképpen mondom, hogy találkoznunk kell, beszélni kell, és többek között ugye én a vőfészséget vállalkozóként csinálom, és ugye erről papírt készítünk, szerződést kötünk, foglalót csinálunk, és majd a lakodalom előtt egy-két hónappal csinálunk egy teljes vezénylést. Ugye most vasutas nyelven mondom vezénylést. És akkor akár a fiatalokkal, akár a szülőkkel egy közös egyeztetést csinálunk, amiben mindent megtárgyalunk, percről percre. Ők ide jönnek, tudják a időpontját, mondjuk a polgári esküvő időpontját. Ahhoz mink megszervezzük a vendégvárót. Most itt több variáció van, ha házoktól indulunk, ha csak onnan indulunk, ahol délutáni gyülekező van, vagy csak a polgármesteri hivatal előtt találkozunk. Tehát ez mindenkinek egy más forgatókönyv. Tehát két lakodalom mondhatnám azt, hogy nem egyforma. Mit beszélhetünk, kitől kell búcsúztatni, milyen játékok lehetnek. Ugye a hangulat az nagyon fontos egy lakodalomban, azt nagyon el kell találni, nagyon meg kell keresni. Akkor vagyok a legboldogabb, ha vagyok egy nagyon jó násznéppel. De én már délután leszoktam vágni a gyülekezőnél, hogy itt mi lesz. Nem sokat szoktam tévedni, van, hogy tévedek, de nem túl sokat. És akkor, hát úgy ezt végig lebeszéljük. Vacsora, torta, menyasszonytánc, hajnali átöltözés, játékok, beszédek. És ugye a záró rész. Mert mindig azt szoktam mondani, hogy egy vőfér megérkezik egy lakodalomba, akkor azt az egészet megnyitja, és a végén pedig, ha van rá alkalom, vagy mód, akkor azt bezárja. Tehát ott is rímekbe beszél, és szépen elköszön. Itt van az új asszony menyeskelójában! Letette Vírtuszát! Letette a fájtát! Szerelmet kívánok egymáshoz ti néktek, meg a szeretet rózsaláncet téged! Hiszen sok édes gyümölcse ez a házasságnak, többet is ér, mint minden kincse a világnak. Jenei Zsolt azt mondja, számára nincs jelentősége annak, hogy hány fős a lakodalom, elitebb vagy szerényebb a helyszín vagy a menü. A legfontosabb a násznép és az ifjú pár hangulata. Ezt szeretni kell csinálni. Többen hozzákezdtek már ehhez a mesterséghez. Több fiatal is hozzákezdett. Egy-két éven belül abban is hagyták. Nem könnyű az emberekkel bánni. Tehát mindenkivel meg kell találni a hangnemet. Fel kell ismerni, hogy ő milyen. Egy vőfély, egy lakodalomba kulcsfigura. Kapcsolattartás az ifjú párral, a szülőkkel, a fotóvideóssal, a konyhásokkal, a zenekarral. Tehát magyarul egy vőfély az mindenkivel egy este. Ő tudja, hogy mit akar, természetesen abból, amit a családdal megbeszélt. Tehát ő öntörvényűen soha nem szabad cselekedni egy lakodalomba. Mindig arra kell hivatkozni, hogyha valakivel valami konfliktusba kerülök, kérem szépen, nekem van egy megbeszélésem, és a család ezt kérte. Találjuk meg a megoldást. Zsolt szerencsésnek érzi magát, mert 20 évvel ezelőtt még valódi, hagyományos lakodalomban is közreműködött, ahol a zenét népi zenekar szolgáltatta bőgővel,
citerával, hegedűvel. Mára sokat változott az ízlés, sokféle muzsikát szolgáltatnak a zenészek, de vannak olyan hagyományok, amik többnyire megmaradtak. Természetesen vannak olyan epizódok, amikor a néphagyománnyal nem szabad szakítani. Tehát az átöltözés, a menyasszonytánc, a beköszönő beszéd, ahova igenis magyar nótát kell játszani, magyar csárdást kell húzni. Tehát ezek a, hogy közben, hogy mire táncol a nép, abban minden belefér. Vagy szoktam még mondani, hogy hajnalban olyan kettőtől, hát közel a végéig, ott minden zene. Ott bármi, retro, új, rock, minden jöhet, minden, ami belefér ebbe a dologba. Aztán, akik kitartanak a legvégéig, akkor azok, ha van melyik kedvük, meg bírják, akkor még nótázhatnak is egyet. Általában van egy ilyen kis mag, aki még ott szokott maradni aztán. Szól a hegedűsnek, hogy gyere közelem, már nem táncol senki, nótázunk vagy kettő. Tehát ilyen is van. Az igazi esküvői szezon áprilistól novemberig tart, addig ritkán van szabad hétvégéje. Emellett főállása van a vasútnál, és a piacon is dolgozik, úgyhogy a szabadidő fogalmát csak hírből ismeri. Talán ezért is próbált a fiaival megszerettetni ezt a hivatást. Nem tudtam, hogy Isten igazából fognak-e követni. Próbáltam a műfajt mindegyik gyerekemmel. A kicsi is közel állt a műfajhoz, mert már nagyon-nagyon régóta néptáncol. Aztán próbáltam győzködni, hogy a néptánc az pont beleillik ebbe a dologba. De ő megpróbált engem meggyőzni, hogy a néptánc nagyon jó dolog, de nem illik bele ebbe. Ő nem akar ennyi előtt ember előtt beszélni, ő táncolni szeretne. De azért csak rábeszéltem egy pár lakodalomra. El is jött velem egy pár lakodalomba. Szépen beöltözött, megbeszéltem a fiatal párral, hogy legyen. És akkor tényleg egy odaülő táncolt, beszélt egy-két verset, megtapsolták, kicsi volt. De aztán ő, a kisebbik fiam, ő ezzel ki is oldalazott ebből a dologból. Aztán a nagyobbikkal kezdtem ezt a műfajt. Először csak elvittem magammal a lagziba, mint gyere apáddal, eljátszol ott. És akkor felállt egy székre, ez nekem is nagy meglepetés volt akkor, és elmondott egy verset. Ugyanis mikor én megyek lakodalomba, vagy tanulok egy új verset, akkor én előtte rágyakorlok. Tehát nem is valójában azt kell rögzíteni, hogy most az a 10 mondatnak a szöveg része, hanem az, hogy az úgy rögzüljön, hogy én azt egy vendéggel párhuzamba hozom, tehát elkezdek a vendéggel, hogy ugye Jóska, és akkor tudjam én azt utána követni. Mert lehet, hogy a harmadik mondat után meg egy másiknak szólok be, egy másik jópofa vendégnek, aki tesz egy megjegyzést erre. Tehát, hogy tudjam követni, tehát improvizálás miatt kellett ez. És a gyerek, nem is vettem észre, hogy a gyerek magától megtanulta a verset. Tehát én otthon mondtam, ez meghallgatta és megtanulta. És utána, hát mondom, akarsz beszélni, Lagziba? Akar. Na hát ő vele, Zsoltival, nagyon sok lakodalmat megcsináltam. Aztán elkerültünk a Friderikus műsorba is. Akkor volt a Friderikus gyerekszáj, különleges képességűek. Nek volt egy ilyen adása, és ugye én beneveztem. Elmentünk válogatásra, fel Budapestre, nagyon nagy ellátás, szállodában aludtunk, nagyon szép volt minden. És rengetegen mentek, hát ki mivel? Mi mentünk a vőfészséggel, a másik szaval, mesemondó. És harmadik válogatásom bekerült. Mondom neki, hogy most már csak ketten vagytok. Volt egy prózamondó kisfiú, meg ő maradt, és akkor Friderikus, ő az utolsó válogatáson van ott, ő mondja rá az áment. És akkor ő mondta, hogy a vőfi kell. Na, arra rákészültünk a 100 tagú cigányzenekarból, a Rajkóból volt oda vezényelve 5 zenész, beszéd, tehát nagyon-nagyon jó sikerült. Na, onnastól kezdve ismét elindult egy pálya fölfele, ugye ezt leadták a tévébe, az országban mindenhol hívtak bennünket. Akkor nagyon sok felem bejártunk megint együtt. Hát aztán utána neki jött a buli, a tínédzserkor, és akkor mondta, hogy hát ez most nem fér össze ezzel.
Mert olyan most, ez egy más világ. Meg hát a szombatesteinek oda vannak, hát a szombateste neki máshova kell menni. És mondtam, hogy jó, rendben van, ahogy gondolod. Majd ha kedved kapsz hozzá, akkor visszatérsz. És legnagyobb meglepetésemre 3 évet kamionozott, és most ugye ő is megnősült, és mondta nekem, hogy ő is csinálná. Hát mondom, minden adott. Sőt, amit én nem tudok elvállalni a lakodalmat, az lesz a tiéd. De természetesen ugyanúgy rá kell készülni, most már még jobban, mint eddig, mert eddig én csináltam mindent, te csak beszéltél, most már neked kell majd mindent csinálnod. És meg is történt az első pár alkalom, úgyhogy úgy vagyunk, az idén van neki is, vagy 20 lakodalma. Hát remélem, hogy jól fog sikerülni, és majd hívni fogják. Nem tudom Isten igazából, hogy ki lehet ebből szállni. Már gondolkoztam rajta sokszor, de van egy tervem, nem tudom, hogy bejön-e, de szeretném megvalósítani. Én olyan szépen szeretném ezt a mesterséget befejezni, hogy én már akkor nem csinálom tovább. És úgy terveztem, hogy ide a városi sportcsarnokba meghívok mindenkit, amely fiatal párnak én voltam az esküvőjén. És akkor, hát ugye ehhez már lettek is partnereim egyből, már zenekarok jelentkeztek, hogy ők meg jönnének muzsikálni. Tehát nem nekem kell ezt úgy állnom, valójában ezt szponzorálják. És akkor ott egy kivetítő fényképeket, nekik mikor volt az akkori házas pár fotójukat kitenni, hogy mit tudom én, hogy 96-ban Pisti és Móni, stb. És akkor ott egy ilyen szép műsorral. Én azt ott be is fejezem. De még nem döntöttem el, hogy mikor legyen ez. De ez az idő még nem jött el, mert sok a háttérmunka egy lakodalom előtt, fárasztó az egész éjszakán át tartó figyelem, az esetleges konfliktusok elsimítása teljes koncentrációt kíván, de mégis gyönyörű hivatás ez. Két ember életének, közös útjának első állomását emlékezetessé, meghitté varázsolni, nagy felelősség. Útra való az a nap és éjszaka, megmosolyogtató emlék, melyhez vissza lehet nyúlni a nehezebb időkben, hogy erőt adjon a folytatáshoz. Valakivel találkozok az utcán, és az mindig egy nagy erőt ad, mikor mondja, hogy Zsoltikám, te voltál a lagziba, milyen jó volt az a lagziba. És ez egy olyan, tehát ez motiválja az embert. Vagy nekünk is Zsolti volt. Nálunk is volt. Most például voltam Bihatordán, és akinek most voltam, ő még kislány volt. 10 éves volt, mikor találkoztam vele Bihatordán egy lakodalomba, és akkor ő eldöntötte, hogy én leszek a vőfélye. És meg is történt. A Lagzi most hétvégén férhez is ment. Mert ugye nem emlékeztem rá, hogy nagyon sokat változnak a fiatalok, és nem emlékeztem rá, hogy most ő vele találkoztam, és megkérdeztem, hogy akkor én most hogy kerültem ide? Láttátok az interneten, vagy anyagot, vagy valahol találkoztunk, és akkor elmondta a kislány, hogy ez történt. Megkapta az ifjú pár immáron az áldást, egész éjjel ittuk rá az áldomást. És most, hogy reggel vagyon, hazaindulunk, boldog házasoktól szépen elbúcsúzunk. Őket a hajlékban most magukra hagyjuk, hogy szókkal szerelmüket ne zavarjuk. Turbékoljanak ők galambok módjára, szaporodjanak is, jövő ilyen tájra. Áldja meg az Isten a vőlegény lábát, hogy jövőre, futva, keresse a babát. Aztán jövünk keresztelőre, és megint jót mulatunk, mondhatom előre. Az lesz a legszebb nap ezen a világon, addig az Úristen mindannyiunkat megáldjon. Szívemből kívánom, minden jót kívánok.